Ebben a videóban a 2019-es emelt szintű matematika írásbeli vizsga második feladatát fogom ismertetni. A feladat két részből áll. Az A részben tudjuk, hogy egy mértani sorozat negyedik tagja 12, a kilencedik tagja 384. Számítsa ki a sorozat első 6 tagjának az átlagát és az átlagtól mért átlagos abszolút eltérését. A B rész pedig azt kérdezi tőlünk, hogy hány olyan pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek szorzata és összege is 12. Hát akkor kezdjük az A résztől. Gyűjtsük ki az adatokat, tudjuk, hogy a mértani sorozat negyedik tagja 12, a kilencedik tagja pedig 384. A mértani sorozat negyedik tagját be tudjuk váltani A1-szer Q-a köbölre, a kilencedik tagját pedig A1-szer Q a nyolcadikonra, ezért felírhatjuk azt, hogy A1-szer Q a köbön, az 12-t ér, az A1-szer Q a nyolcadikon pedig 384-et. Az alsó egyenlet megfelelő oldalait osszuk el a felső egyenlet megfelelő oldalaival, ekkor A1-szer Q a nyolcadikon per A1-szer Q a köbön, az egyenlő mint 384 per 12-höz jutunk. A1-jel nyugodtan egyszerűsíthetünk, hiszen tudjuk, hogy a mértani sorozat első tagja soha nem lehet nulla. A kvócienssel pedig azért egyszerűsíthetünk, hiszen most nem lehet nulla, mert akkor a második tagtól kezdve minden tagom nulla lenne, már pedig itt a negyedik és a kilencedik tagnak sem nulla az értéke. Egyszerűsítsük a törtet A1-jel és Q a köbönnel, ekkor Q az ötödiken egyenlő 32-höz jutunk, amiből a Q 2-nek adódik. És ezt a kvóciens a csillagos sorba behelyettesítve felírhatjuk, hogy A1-szer 2 a köbön az 12-t ér, amiből az A1-re 3 kettedet kapunk. Márpedig, ha az első tagom 3 ketted és a kvóciens 2, akkor a második tag ennek kétszerese, tehát 3 lesz, a harmadik tag a második tag kétszerese, tehát 6 lesz, a negyedik tag 12, az ötödik 24, és a hatodik tag pedig 48. Ennek a hat adatból képezett adatsornak az átlagát úgy kapjuk meg, hogy az adatokat összeadjuk és osztjuk 6-tal. Ekkor az x felülvonás, tehát az adatok átlaga 15,75 századnak adódik. Az átlagos abszolút eltérés az adatoknak az átlagtól való eltérésének, különbségének, az abszolút értékeinek az összegének a hatod részét jelenti. Az átlagos abszolút eltérésre, amit én szigmával jelöltem, 13,5-et kapunk. A feladat B része azt kérdezi, hogy hány olyan pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek szorzata és összege is 12. Nem véletlen, hogy a feladat először a számjegyek szorzatát kéri, hiszen a 12 prím hatványok szorzataként 2 a másodikor ször 3 alakban áll elő. Így tehát szorzó tényezőnek csak a 2-es, a 4-es, a 3-as, a 6-os, illetve az egyesek jöhetnek szóba. Nézzük az eseteket. Az első esetben, ha két darab kettest egy darab hármassal szorzok, akkor megkapom a 12-t. Igen ám, de az összeg, a két darab kettes összege az 4, meg még a 3 az 7, tehát ahhoz, hogy az összeg 12 legyen, szükségünk van még 5 darab egyes tagra az összegben, hiszen az egyesekkel tudjuk az összeget emelni, ellenben a szorzat értékét nem fogjuk megbántani. A második esetben egy darab négyes,
és egy darab hármas szorzataként állítjuk elő a 12-t, ebben az esetben ugye 4x3, 12, már csak az a kérdés, hogy mivel ennek a két számnak az összege 7, ezért kell még 5 darab egyes mellé, hogy az összeg 12 legyen, és a szorzat is 12 legyen. A harmadik esetben egy 2-est és egy 6-os szorzok össze, akkor is megkapom a 12-t, hanem ezek összege 8, emiatt nekünk szükségünk van még 4 darab egyes tagra, hogy az összegünk is 12 legyen, és a szorzat se bántódjon meg. Most már csak az a kérdés, hogy ezekből a számjegyekből hány jegyű számot tudok képezni, és abban hány ismétlődő számjegyem van. Az első esetben az elemek összes darabszáma 8 elem, ezért 8 elem ismétléses permutációjáról van szó, ezért tehát ennek az ismétléses permutációnak az értéke 8 faktoriális per 2 faktoriális szor 5 faktoriális, eredménye pedig 168. Nézzük a második esetet. Itt összesen 7 elemen van, és a 7 elemből mindössze az 5 darab egyes számjegy ismétlődik. Ezért ennek a 7 elemnek az ismétléses permutációja 7 faktoriális per 5 faktoriális, azaz 42 lesz. A harmadik esetben, amikor egy 2-es és egy 6-os szorzok össze, ahhoz, hogy megkapjam a 12-t, akkor ezen számjegyek összege 8, tehát kell nekem még 4 darab 1-es, ami a szorzatot nem bántja meg, de az összeget 12-re kipótolja. A permutációban tehát 6 elemnek az olyan ismétléses permutációjáról van szó, amiben a 4 egyes ismétlődik. Ezért ezt úgy számolhatjuk ki, hogy 6 faktoriális per 4 faktoriális, melynek értéke 30. A három esetben összesen 168 meg 42 meg 30, azaz 240 olyan számot tudunk felírni, amelyben a számjegyek szorzata és összege is 12. Végezetül szeretném megköszönni, hogy megnézted és meghallgattad a videómat. Köszönöm szépen!